Kán egyetemi napok, szakmai és családi programok egyaránt várják az érdeklődőket Kaposváron. Feltárás, középkori emlékek után kutatnak Pártudvarnok határában a Riprónai Múzeum munkatársai. Béradás, útnak indult a Magyar Vöröskereszt első béradó busza. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Elkezdődtek a kaposvári állattenyésztési napok, fajta bemutatókkal, előadásokkal, kerekasztalbeszélgetésekkel és állatsimogatóval is várják a látogatókat vasárnapig. Az esemény megnyitóján Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár arról beszélt, a mezőgazdaságnak uniós szinten békére, szakmai alapú döntésekre és a vidéket támogató politikára van szüksége. Már a nyitónapon is sok érdeklődőt fogadott a kaposvári állattenyésztési napok. Az egész országból érkeznek a következő napokban szakemberek és iskolások a somogyi programra. A rendezvény elsősorban a fiatalokat szólítja meg, ezt már Gyurica Csaba, az intézmény rektora mondta. A fiatalságnak szól, tudatosan szólítja meg a szakiskolásokat, az egyetemistákat, tehát a jövőnek próbál meg bemutatni ilyen technológiákat, olyan nincsen. Ez az egy van, amely ezt ilyen szervezetten oldja meg, hiszen 1000 szakiskolás jön, több ezer egyetemistára számítunk összességében, több tízezer látogatóra. Tehát nagyon fontos a jövő építése szempontjából, hogy olyan generációkat szólítunk meg, akik az elkövetkezendő években, évtizedekben majd építeni fogják ennek az országnak az élelmiszergazdaságát. Az elmúlt években csak támadást kapott a mezőgazdaság és az állattenyésztés az Európai Bizottságtól. Ezt már Feldman Zsolt mondta. A mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár kiemelte, 3/4 évvel az európai parlamenti választások előtt hirdetett tűzszünetet a gazdákkal szemben Brüsszel. A gazdálkodók is választók, esetleg fontos az élelmiszer szuverenitás Európában, és tűzszünetet hirdettek. Mi annak örülnénk, és annak örültünk volna, hogyha ezt 3-4 évvel ezelőtt kínálnak párbeszédet, és nem a mezőgazdaság ellen folytatnak politikát az elmúlt években. Tehát mi most is azt mondjuk, hogy a mezőgazdaságnak uniós szintén tartós békére, szakmai alapú döntésekre, és az európai mezőgazdaságot és vidéket segítő támogató politikára van szükség. A szervezők olyan interaktív, közönségbarát programokkal készülnek, melyek révén a látogatók jobban megérthetik az állati termékek felhasználásának módját és hatásait, mind az emberi szervezetre, mind pedig a környezetre nézve. De a háromnapos rendezvény jó helyszín arra is, hogy a szakemberek véleményt és tapasztalatot cseréljenek. Van egy pár beszédre lehetőség. Érdemi véleménycserék hangzanak el. Bemutatásra kerülnek az új megoldások, az új eljárások. Különösen az állattenyésztésen paradigmaváltás van. De az egész mezőgazdaságban semmi nem az már, mint ami előzőleg volt, és nem is lesz. Nem lehet a hagyományok alapján, hagyományos módon gazdálkodni. Váltani kell. Megváltozott a klíma, megváltoztak a gazdasági körülmények, egészen más módon, más logika szerint kell megszervezni a gazdálkodást. Szombaton főzőversennyel, a Somogy vármegyei vadásznappal, trófea, agár, soly, mász, íjász bemutatóval és állatsimogatóval is várják az érdeklődőket a Kán egyetemi napokon Kaposváron. Somogyi lett a legjobb olasz rizling az országház bora versenyen. Az elismeréseket Kövér László házelnök adta át a nyerteseknek a parlament épületében. Az olasz rizling kategóriában az első helyezést a balatonöszödi Androsics Birtok 2022-es évjáratú olasz rizling szurli borával érdemelte ki. Október 2-ig még lehet szavazni az Aktív Magyarország által immár 4. éve meghirdetett az év kilátója és az év turistaháza verseny jelöltjeire. A cél, hogy a voksolás sokaknak adjon inspirációt, hogy elinduljanak egy addig ismeretlen táj felfedezésére, akár több napra is. Tavaly a Bükkben volt mindkét pályázat nyertese. Az előző években a balatonboglári Xanthusz János gömbkilátó és a Tiszatavon található Bölömbika kilátó vitte el a pálmát. A turistaházak közül pedig a Tolnai Anna fürdő vendégházat és a legendás Szelcepuszta turistaházat választották a szavazók a legjobbnak. Idén két somogyi jelölt is bekerült a versenybe. Simonfa egykori iskolájának felújított épületéből alakították ki a Meteor turistaházat, ahonnét pompás kilátás nyílik a Zselic dombjaira, amit érdemes bejárni is. A szálláshely a Dél-Dunántúli Kék túra és több zselici túraútvonal csomópontjában található.
A kardosfai kilátóra is lehet voksolni. A Zselici Csillagpark melletti kilátó teret ad, hogy szabad szemmel is lehessen képlelni a csillagos eget. Jó időben az éles szeműek a Badacsonyon kívül a horvátországi Papok-hegységet is láthatják innét. Jó termésben bíznak idén a hazai dióültetvényeken gazdálkodók. A múlt évi aszály után a termés mennyiségében és minőségében is jelentős előrelépés várható, írta elemzésében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet. A piaci viszonyok ugyanakkor nem ilyen kedvezőek. A tengeren túli dióval nehezen tudja tartani a versenyt a hazai áru. A termesztés hatékonyságának növelése érdekében elengedhetetlen a termesztés technológia fejlesztése és a művelési rendszerek korszerűsítése. A versenyképesség javítása érdekében rövid időn belül jelentősen hektáronként 4 tonnára kellene emelni a hazai nagyüzemi termés átlagokat, állapította meg a két szakmai szervezet. A mai Bártudvarnok határában állt Somogy egyetlen premontrei prépostsága, amelyet még a 13. században alapítottak, és egészen a török hódoltságig lakták. A területen 2014 óta végeznek ásatásokat a Riprónai Múzeum szakemberei. Ezekben a napokban az egykori sírokat tárják fel. A középkor folyamán egy adott területre kellett temetkezni, ez a templomok környezete volt, és itt egy nagyon szűk területre, sok-sok évszázadon át temetkeztek, ezért mindig a régebbi sírokat egy idő után az újabb sírok elkezdték rombolni. A sírokat tárják fel a Riprónai Múzeum szakemberei Bártudvarnok határában. 1252-ben alapították itt azt a premontrei prépostságot, amelynek maradványai után évek óta kutatnak a régészek. Több száz évig szépen rendben működött, és ahogy nagyon sok egyházi intézményünk, ez is a török korban szüntette be a működését, a 1550-es években valamikor elhagyták és elpusztult utána, rombjai még az újkorban valamennyire látszottak az 1700-as években, de aztán hát fokozatosan elhordták építőanyagnak azt a keveset is, ami addig maradt belőle, és igazából hát ennek a feltárását kezdtük meg 2014-ben. Az idei már az 5. feltárási évad, amikor a területen dolgoznak a Riprónai Múzeum szakemberei. Mind az 5-ször Bárdudvarnok önkormányzata biztosította a pályázathoz szükséges önrészt, amivel a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán indultunk, és hát ott nyertünk összeget, és ebből kezdtük el 2014-ben feltárni az épületeket. Az első, hát mondjuk 3 évben, tehát 2014-ben, 15-ben, 16-ban, akkor a templomot tártuk fel. Megalapítottuk, hogy egy elég nagyméretű, valamikor nagyon szép lehetett, egy háromhajós, egyenes szentélyzáródású szép épület állhatott itt a dombon. Hogyha látjuk, itt a domb így mesterségesen van egyenesre alakítva, annak idején, mikor itt elkezdtek építkezni, akkor alakították ki ezt a környezetet, illetve feltártuk a templomhoz csatlakozó sekrestjét is. Az egykori falakból mára már nem sok maradt, azokat ugyanis az évszázadok során elhordták. A 2019-ben feltárt falak folytatását is keresik idén a szakemberek, akik számos sírra bukkantak. Ezek megszűntek, ezek az épületeknek a használata már valamikor a középkorban, és utána ezt a területet is temetkezésre használták. És most hát azt szeretnénk, vagy annak örülnénk, hogyha ebbe a sírba, ami itt szétássa igazából ezeket az alapfal maradványokat, találnánk valami korhatározó leletet, mert akkor tudnánk azt, hogy körülbelül mikor hagyhatták fel ezt az épületet, ami ez a nagyon durván szétásott alapfal szakasz tartozik. Az elmúlt évek feltárásai során gyűrűket, gombokat, rezgőtőket, hajtőket is találtak már ezen a területen a Riprónai Múzeum szakemberei. Két napon belül 2-30 kiló fölötti ponyfogásról is beszámolt a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit Zrt. Az egyiket Balatonmária fürdőn, a másikat Csopak térségében fogták a pecások. A fiatal monostori botond is felkerült a 2023-as rekordlistára. Az ő nevéhez fűződik az idei év 6. bejelentett 30 kg feletti pontja. Botond Csopak térségében csalta a horog végre a pikkelyest, számolt be Facebook oldalán a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit Zrt. Káli Lajos Balatonmária fürdő térségében fogott meg egy tőpontyot, amelynek súlya 32,5 kg volt a halőri hitelesítés során. A balatoni pontyrekordot Kovács Krisztián tartja, aki 2023. április 16-án a Balaton akaratján egy 34 kg-os és 95 cm hosszú tőpontyot emelt partra.
Videópályázatot hirdet Siófok város önkormányzatának kommunikációs és turisztikai irodája a digitális világban otthonosan mozgó kreatív diákok részére. A Siófok pályázat célja, hogy megtudják, miként látják a helyi fiatalok Siófokot, mitől egyedi a város, mit tartanak a legvonzóbbnak lakhelyükön. A 13 és 20 év közötti korosztályból várják egyéni vagy csapatok jelentkezését maximum egy másfél perces videó beküldésével. Műfajban kötöttség nincs, lehet komoly, humoros, informatív, a lényeg az egyediség és a mai fiatalok maximális elérése megszólítása. A jelentkezéseket 2023. november 6-án évfélig várják. A beküldött anyagokat szakmai zsűri bírálja majd el, az első három helyezett értékes díjazásban részesül. A pályázat hosszú távú célja, hogy megtalálják Siófok digitális fiatal nagykövetét, aki kreativitásával segítheti a város marketing kommunikációját a manapság kihagyhatatlan és óriási eléréseket generáló online platformokon. Útnak indult a Magyar Vöröskereszt első véradóbusza, amely az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködésben a szervezet országos donortoborzási munkáját hivatott támogatni. A véradóbusznak köszönhetően olyan kis településekre is eljuttatható az önkéntes véradás lehetősége, ahol a helyhez kötött, de véradásra nyitott lakosok máskülönben nem adhatnának vért. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervez véradásokat Magyarországon. A humanitárius szervezet toborzó munkájának köszönhetően biztosította az Országos Vérellátó Szolgálat számára az egészségügy működéséhez nélkülözhetetlen vérkészlet, ami mesterséges úton nem előállítható. Mostantól ezt a munkát segíti a Magyar Vöröskereszt első véradó busza is. Az első része van, ahol a ügyfeleknek az adatait fölveszik, vagy a laborvizsgálatát megcsinálják, a hemoglobin szintet nézik. Utána következik az orvosi szoba, tehát ilyen lépcsőszer megfelelő módon, hogy, és a legvégén pedig az orvos, amikor jóvá hagy, akkor mennek a véradásra hátul, és amikor végeznek, akkor ott a második ajtón jönnek le. A véradóbusznak köszönhetően olyan kis településekre is eljuttatható az önkéntes véradás lehetősége, ahol a helyhez kötött, de véradásra nyitott lakosok máskülönben nem adhatnának vért. Ezzel meg lehet közelíteni azokat az ügyfeleket, akik nem tudnak esetleg elmenni a vérellátóhoz, vagy idő hiányába, vagy bármi oknál fogva nem tudnak hozzájutni, és így megközelítjük őket, és akkor sokkal többen tudnak reagálni rá. Naponta 1600-1800 önkéntes véradó részvétele szükséges ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű készlet álljon rendelkezésre. Sokan vannak, akik rendszeresen adnak vért. Édesapám is rendszeres véradó, ő is már, hát nagyon úgymond, amióta csak lehet vért ad, ő már ilyen 70-80 környékén jár véradás számában, és hát azért is kezdtem el vért adni, mert hogy tudom, hogy ezzel tudok segíteni másoknak, meg netán, hogyha nekem lenne szükségem vérre, akkor hát én is örülnék, ha lenne éppen. Én magam 18 évesen kezdtem el vért adni. A véradó busz a Magyar Vöröskereszt becslése szerint 6000 és 10000 kilométer közötti éves futás teljesítménnyel járja majd az országot, és évente 100-nál több kis településre jut majd el, ezzel több ezer új önkéntes bevonását teszi majd lehetővé. Kán egyetemi napok, szakmai és családi programok egyaránt várják az érdeklődőket Kaposváron. Feltárás, középkori emlékek után kutatnak Pártudvarnok határában a Riprónai Múzeum munkatársai. Véradás, útnak indult a Magyar Vöröskereszt első véradóbusza. Videóinkat, híreinket megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára, valamint YouTube csatornájára kattintva is. Ennyi fért ma esti híradónkba, ha tetik, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!